A korábbi években megszokottnál később, április végéhez közeledve indult először versenyen ebben az esztendőben Hellebrandt Máté. A nyíregyházi atléta felkészülését kisebb-nagyobb problémák nehezítették, de ettől függetlenül győzni utazott Békés Csabára Pokrovenszky József tanítványa. Az idehaza egyedülalkodónak számító gyalogló meg is szerezte az aranyérmet, így ezen a távon 10. bajnoki címét gyűjtötte be a kétszeres olimpikon. Nagyon jó volt, viszont nagyon izgultam, mivel már több mint fél éve nem versenyeztem. Viszont nagyon örülök, hogy egy olyan versenyen indultam el idén először, ahol már ismerős voltam. Ugye most 11-ére nyertem meg ezt az országos bajnokságot. A pálya ugyanaz volt, igazából az időjárás is jó volt, szóval úgymond a körülmények adottak voltak egy jó versenyzéshez, és hát örülök, hogy egy aranyéremmel tudtam kezdeni ezt a szezont. Az aranyéremért ezúttal meg kellett harcolni a Máténak, aki 13 másodpercet vert a második helyen beérkező gyaloglóra. Mivel most nem 20 km készülünk, hanem 50 km, ezért nagyon nehéz versenyzés volt, mivel nagyon jó az állóképességem, viszont így most nem vagyok annyira gyors, mint amennyire szoktam lenni, illetve amennyire kellett volna. A fiatalok viszont rövidebb távokra készülnek, ezáltal nagyon gyorsak, és hát így kiegyenlítődött az erőviszony, és hát egészen az utolsó kilométer rég fejfej mellett haladtam az egyik versenyzőtársammal, Venyelcsány Bencével, aki a Honvéd Egyesületében versenyzik, és hát az utolsó 500 méteren sikerült lehajráznom őt. Most ez így sikerült, ez igazából most nem az időről szólt, hanem a helyezésről, és az volt a fontos, hogy megvédjem a bajnoki címemet. Az eddigi alapozó jellegű edzések után a jövő héten elkezdődik a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokságra. Az edzőtáborok mellett 2 10 kilométeres verseny szerepel a programban. A kontinens viadalon az 50 kilométeres távnak augusztus 7-én vág majd neki a mezőny.